A film egy csodálatos Kolumbia felirattal kezdődik, bár a második másolhangszóra csak erős tippünk lehet. Egy gyors Marvel logó után egy csodálatos animáció keretében jön a csodálatos főcím. A csodálatos pókember. Ezt követően a pöttöm Peter Parkert látjuk, aki éppen bújócskázik. A seprűvel. Na ezt nevezem szomorú gyerekkornak. A szülei sajnos nem érnek rá játszani, mivel éppen megsemmisítik pókember logójának koncepciós vázlatát. A kölköt ezután lepasszolják May nénéjéknek, és az anyuka azt is elmondja, hogy miért. Nem szereti a kenyérhéjat, és éjszaka égve hagyja a kislámpát. Hát de ez nem ekkora bűn, attól még lehetne szeretni azt a gyereket. Én nem szeretem. Ezután ugrunk az időben. Flash fejbe dobja Parkert kosárlabdával, egy csaj meg úgy tesz, mintha randira hívná, de csak azt szeretné, hogy csináljon pár fotót a pasi a kocsijáról. Hát ez nem Peter napja. A szünetben Flash egy nyűzöges srác molesztálásával próbál menőnek tűnni. Ennek két oka lehet. Vagy veri az apja, vagy kicsi a p***se. Peter azonban normál méretű pénisszel rendelkezik, ezért megpróbál közbelépni. De a hasizma még nem elég fejlett, így a tahó jól eltángálja őt. Gwen Stacy siet a segítségére, akinek pénisz és golyó méreteiről inkább ne beszéljünk. Nem lehet, hogy a lányok a pocsakjukban tartják a golyóikat? Bátesz, lépjünk túl a lányok golyói, jó? És figyelj! Otthon May néni észreveszi, hogy Peter arcát bezúzták, de az azt kamuzza, hogy elesett a deszkával. Ekkor Ben bácsi trappol be a konyhába vizes lábbal, mivel a pincét elöntötte a víz. Mikor a srác megnézi, hogy mi lehet a baj, rátalál apja régi táskájára, benne egy fényképpel egy félkarú tudósról, akinek igazából másfél karja van. A táskából előkerül még egy számológép, némi apró pénz, néhány toll, egy belépőkártya és egy szemüveg is, amit Peter fel is próbál. De előbb kiveszi a kontaktlencséjét. Hagyd már abba! Kérlek, hagyd abba! Ne kotorázz a szemgolyódban! Elég! Parker ezután rájön, hogy a tatyónak dupla feneke van, és odarejtette a fater a kutatását. Na meg néhány pornó magazint. Nézd csak az arc kifejezését. Látod, hogy koketál veled? Mélyen a szemedbe néz, és azt mondja. Hello, fiú. Picsipacsizol velem. Igaz? Váratlanul Ben Bá jön be a szobába, aki elmondja, hogy a félkarú rabló az dr. Kurt Connors, aki Peter apjának munkatársa volt. A srác ezután ráguglizik a dokira, és megtudja, hogy Edward vámpír. Bármit is keresél, ez lesz az eredmény. Az is kiderül, hogy Connors fajkeresztezéssel foglalkozik, ami elég perverzül hangzik. Parker találkozni akar a dokival, ezért elmegy az Oscorba, ahová úgy jut be, hogy egy spanyol származású gyakornoknak adja ki magát. Ez a személyzet számára akkor sem lesz gyanús, amikor az igazi gyakornok megérkezik, és Peterrel ellentétben az tényleg spanyol küllemű. Ezt nevezem biztonságnak. A gyakornokokat Gwen vezeti körbe, aki imádja, ha lágyszellő bizsergeti a combjait. Persze a doki is itt van, aki elmondja, hogy ő egy herpetológus, aki meglepő módon nem a herpesszel, hanem a hüllőkkel foglalkozik. Elmondja, hogy a célja az, hogy minden betegséget legyőzzön. Mondjuk akkor szerintem rosszul választott szakterületet. Peter bedobja a beszélgetésbe a fajkeresztezést, ami nagyon tetszik az ipsének. Ezt követően Parker neki megy egy pasasnak, akinek a dossziéján ugyanazt a jelet látja, mint az apja táskájában talált dokumentumon. Ezért utána megy. Kész szerencse, hogy itt az Oscorpnál nem adnak a biztonságra, és retinaszkenner helyett egy egyszerű mintázat alapú beléptető rendszere van a labornak. Odabent pókok garmadája várja a hősünket, aki megpendít egy hálót, amitől pókok hullanak rá. Mondhatni, hogy egy húron pendülnek vele. Az egyik ki is szökik a sráccal, majd jól megcsípi a nyakát. Ezután Peter bealszik a metrón, egy rossz arcú pasas meg sört rak a homlokára. Az a palack oldalán legördülő párától feléped, és felugrik a plafonra. Ez azonban senkit nem érdekel. Az már annál inkább, hogy a ragadós keze miatt lerántja egy nő felsőjét. Ekkor egy kis haddelhad veszi kezdetét, aminek a koreográfiájáról Charlie Chaplin burlesque jelenetei jutnak eszünkbe. Thank you.
Odahaza Peter észreveszi, hogy a csípésén ott fityeg a halott pók, ami azért elég fura. Azt is észreveszi, hogy erős lett, és hogy kiélesedtek az érzékszervei. Elvesztetted a karod, ó, rettenetes! De milyen helyes kis halvocska nőtt helyed. Vaksi, én ide át vagyok. Hó? Másnap elmegy a dokihoz, akinek bevallja, hogy ő Richard Parker fia, és hogy szívesen befejezni apja kutatásait, amit 10 másodperc alatt meg is tesz. Hát ez csodálatos. Ezután lealázza Flash-t a kosárpályán, aztán még a palánkot is lezúzza. Ezért behívják Ben bácsit a suliba, aki arra kéri Petert, hogy ma ő menjen el May néniért. Amit nem tesz meg, mert inkább hajókra ugrál, és láncokon csüng. Csink-cseng-csüng. Aztán meg hüllőgéneket ültet háromlábú egerekbe, akiknek rossz belegondolni, hogy csak azért vágták le a lábukat, hogy kísérletezhessenek rajtuk. Otthon persze kitör a balhé, amiért May néninek 2 kilométert kellett hazagyalogolnia. Hát le ne törjön már a lába. Ekkor Ben bácsi azt mondja, hogy... Ha jó dolgokat tehetsz másokkal, az azt jelenti, hogy erkölcsi kötelességed megtenni. Nem döntés, hanem kötelesség. Hát azért a Dobby féle pókemberben ez frappánsabban hangzott. Tudod, a nagy erő nagy felelősséggel is jár. Peter a bánatát viszki helyett csokistejbe akarja folytani, de nincs elég pénze, ezért a boltos elzavarja. Az eladóra instant karmaként sújt le egy tolvaj, aki kirabolja a kasszát és odapasszolja Parkernek a tejcijét. Na, erről van itt szó! A boltos a tolvaj után szalad, Peter pedig nem segít neki, amiért korábban bunkó volt vele. A bűnözőt Bembá próbálja megállítani, ami igen balga döntés, mivel annak fegyvere van. Persze jól bele is hal a dologba. Peter elhatározza, hogy felkutatja a gyilkost, akiről annyit tud, hogy hosszú hajú, napszemüveges és csillagtetoválás van a karján. Akkor leszűkítettük a kört minden rockzenészre. Parker össze is balhézik pár rossz arcúval, aztán beesik egy pankrátorringbe, ahol ihletet kap jelmeze elkészítéséhez. Hát ez nem igazán úgy fest, mint a terveken. Ezután elkészíti a hálóvetőjét is, ami egy Oscorp által kifejlesztett vegyületet lövöldöz. Majd öngyilkos lesz. De kisvártatva újjászületik, és végre most már a jelmeze is rendben van. Nem sokára újabb bűnözőt kap el, de egy rendőr félbeszakítja, sőt még rá is lő. Peter ekkor azt mondja neki, amit én szoktam azoknak a filmes cégeknek, akik töröltetik a videóimat YouTube-ról. Maga helyett melózom, öregem, ha? És ez lenne érte a vállat? Apropó, ha eddig tetszik az epizód, akkor iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a második részről sem. Kisvártatva erősítés érkezik, így Pókember jobbnak látja lelépni. A rendőrfőnök pedig leszígyja az embereit, amiért nem tudták letartóztatni őt. Lehetetlen kíván, sokkal több ember kéne, hogy hamarabb kész legyünk. Ezt az uralkodóval közölje. Megteszünk mindet, uram. Remélem is. A következő jelenetben Dr. Connors főnöke azt mondja, hogy az Oscorp alapítója, vagyis Norman Osborn haldoklik. Ezért mi hamarabb embereken kellene kipróbálni a fajkeresztezős mókát. A doki erre nem hajlandó, ezért az Ipse elmondja, hogy Peter apja sem akart embereken kísérletezni, ezért kellett meghalnia. De Connors hajthatatlan, ezért kirúgják. Mielőtt végleg elhagyná a labort, beadja magának a szérumot, amitől nő egy elég ronda keze. Ezután taxiba ül, hogy elszökjön az ocsmány karja elől, de az ott van a nyomában. Mondhatni, hogy a keze mindig láb alatt van. Ezt követően Gwen meghívja vacsizni Petert, ahol kiderül, hogy a lányapja a rendőrfőnök, akivel hajba kapnak azon, hogy Pókember bűnözőe vagy sem. Kaja után Gwen és Peter kiszelőztetik a megmaradt hajukat. Itt Parker azt mondja, hogy... El kell mondanom valamit. Oh. Herpeszes vagyok. Ezután persze azt is elmondja, hogy ő Pókember. Ez alatt a dokit utolérte a keze, sőt teljesen átvette felette a hatalmat, és óriás gyíkká változtatta. Nem kéne ennek amúgy a napon sütkéreznie, hogy legyen energiája? Bár lehet ez is a fajegyesítés előnye. Amíg ezen gondolkozunk, Pókember is megjelenik, és elkapja a hídról leeső kocsikat. És még egy gyereket is megment, akibe annyi életösztön se szorult, hogy magától kimásszon az autóból. Hát gratulálok a fiúhoz!
A kedves papa ekkor megkérdezi, hogy... Ki vagy te? A fekete szemű piros men. Szerencsére Jigba elkezd visszaváltozni emberré, ezért lelép. Másnap Peter a tévéből megtudja, hogy körözést adtak ki Pókember ellen. Na, akkor ezután gondolom, hogy nagyon fog vigyázni a személy azonosságára. Hát, vagy mégsem. Ezután felkeresi Dr. Connors-t, aki lerázza őt. A srác észreveszi, hogy az egér, akinek beadták a szérumot, szumátrai patkánymajommá változott. És ettől összeáll neki a kép, hogy a doki a gyíklény. Ezt követően lát két CGI gyíkot, akik lemennek a csatornába, és ezért valamiért biztosra veszi, hogy Connors is ott bujkál. Odalent készít is egy pókhálót, és a fényképezőgépét is beizzítja, mivel pénzjutalom jár annak, aki lencse végre kapja a hüllőt. Újabb CGI gyíkocskák kerülnek elő, de itt jön a faterjuk is. Mondhatnám, hogy kezdetét veszi az első boss fight, de az annyira rövid, hogy nem vagyok rá hajlandó. A csetepaté után Pókember gyorsan odébe vickél, a gyík pedig megtalálja a csőre töltött fényképezőgépet, amire rá van írva, hogy Peter Parker tulajdona. Nem túl okos men, Gwenhez megy gyógyulni, és közben elmondja, hogy ő tehet róla, hogy Connorsból gyík lett, mert ő mutatta neki a képletet. Ami 10 másodperc alatt talált ki. Hát nem csoda, hogy szarul működik. Másnap a gyíkember a klotyón keresztül mászik be a suliba, és nem ártott volna konzultálni egy vízvezeték szerelővel, mielőtt ekkora baromságot írnak a forgatókönyvbe. A doki egyébként simán elmondhatná a rendőröknek, hogy Peter a pókember, akik azonnal sitre vágnák, de ő valamiért inkább bunyózni szeretne. És ezzel kezdetét veszi a másfeledik boss fight. Másfeledik boss fight. Pokoli hírig van kialakulóban, amiközben leszakad a gyík farka, majd egyből újra nő. Hát megtaláltuk a megoldást az éhínségre. Gwen szokás szerint nem bír magával, és megint beszáll a harcba. Ezért Peter ki is dobja az ablakon, majd elkapja a hálójával, amitől eltörik a gerinc, ja, hogy ez még nem az a jelenet. És ekkor hirtelen Stan Lee. Ezután Connors a polcnak löki Pókembert, aztán egyszerűen elmegy. Gondolom azért, mert megjött a rendőrség. Peter lemászik a klotyón át a csatornába, ahonnan rácsörög Gwenre, hogy dobjon már össze egy ellenszert. Ja, mert az megvan egy délután alatt. Parker megtalálja a doki munkaállomását, és Connors volt olyan jó fej, hogy ott hagyott neki egy animációt, amiben elmagyarázza, hogy a szérumot szét fogja engedni a városban, hogy mindenki gyíkká változzon. De ehhez szüksége lesz egy permetező kütyűre az Oscorpból. Ahol Gwen 8 perc múlva el is készíti az ellenszert. Az kemény. Pókarc is úton van oda, de a zsaruk lelövik valami elektromos cuccal. A rendőrfőnök ekkor rájön, hogy Peter a pókember, de elengedi, hogy megmentse a lányát. De megint bekap egy lövést. A doki megérkezik az Oscorpba, és Gwennek már csak egy perc kell az antiszérum elkészítéséhez. Connors elviszi a permetezőt a lány tüzes tiltakozása ellenére. Ez alatt a tévében bemondják, hogy Pókember megsérült, és ezt látja a hídon megmentett kisrác faterja is, aki építkezési vállalkozó, és elintézi, hogy a darukkezelők, akik valamiért mind este dolgoznak, elfordítják a daruikat, hogy utat csináljanak Peternek a toronyig. Mert hogy daru az minden utcasarkon van. Gwen összefut a faterjával, aki azt mondja, hogy majd ő odaadja az ellenszert Parkernek. Az közben már nagyban nyomja a második boss fightot. Nagyban nyomott második boss fight. A doki minden szart hozzávág Peterhöz, többek között folyékony nitrogénnel teli tartályokat is. Ezután tönkreteszi a hálóvetőjét, de akkor jön rendőrbácsi, aki jól megsotgánolja a gyíklényt. Majd lepasszolja az ellenszert Peternek. Az elindul, hogy kicserélje a permetező tartalmát, de a doki gyorsan regenerálódik és kinyírja a fatert. Majdnem sikerül neki Petert is megállítania, de nem elég gyors, így a srác kicseréli a cuccost. Ettől a gyíkember visszaváltozik normál emberré, és az elméje is kitisztul, így megmenti Parkert.
A papa ezután azt mondja, hogy most már tiszteli Pókembert, de a lányát azt hagyja ki az életéből, hogy ne essen bántódása. Én meg közben azon gondolkozok, hogy a Pókember nincs hazaútban, a gonosztevők a halálok pillanatában teleportálódtak át a Marvel univerzumba. De Connors nem is halt meg. Ráadásul visszaváltozott emberré, abban a filmben meg végig gyík formájában volt. Érdekes. Ezután ugrunk az időben. Miután kisírtuk a két szemünket a beteljesületlen szerelem miatt, kiderül, hogy Parker nem tartja be a haldoklónak tett ígéretét, és mégis összejön Gwennel. Az derék. Be. Beszállsz egy kis csokis tejre? Ha? Tudod, csokis tej.